Úgyhogy az elmúlt hétvégi világbajnoki középdöntőben motorozott, most már viszont az OB újabb fordulójára készül. Az elmúlt hétvégén két helyszínen rendezték meg az egyéni világbajnoki középdöntőket, te a lengyelországi versenyen álltál rajthoz, milyen sikerrel? Igen, Rybnikbe álltam rajthoz, sajnos nem sikerült a továbbjutás. Hát egy kicsit el voltunk keseredve, de úgy vagyunk vele, hogy el kell fogadni, hát ilyen kemény mezőnybe, sokkal gyengébbek a technikai háttereink, és azért ott voltunk, nyertem egy futamot is, és azért csak látszott az, hogy a kis apró dolgok, amik úgy közbejöttek, úgy minden rendben lett volna, akkor az esély meg lett volna arra, hogy tovább jussak. Szaladjunk végig a futamokon. Az első két futamban sajnos palánkról jöttem, az elsőről palánkról, utána mellőle, és kívülről nem tudtam úgy eljönni, hogy beforduljak az ellenfelek mellé. Az egyik futamban ki is toltak a palánkra, és így csak negyedik tudtam lenni. Utána csináltunk egy motorcserét, mert ebből a motorból elment a kompresszió és gyenge lett. Felültem a másikra, azzal egyből nyertem egy futamot pirosról. Utána következő futamban volt egy bukás harmadik helyről. Annyi a szerencsém, hogy nem ütöttem meg magam, és a negyedik futamban sikerült még egy pontot szereznem. A jó úton történt egy komolyabb sérülés is a versenyen. Hát több bukás volt, de a Lee Richardsonnak eltört a kulcsontja, őt elvitt a mentő, nagyon nagyot estek, de a pálya alkalmatlan volt szinte a versenyzésre, verseny közben végig traktorozták, járták a pályát, mert olyan gödrök voltak benne, hogy ez, ha nem megfelelő az állapota, ezen nem lehet úgy motorozni. Milyen erős volt a mezőny, mekkora nevek voltak az indulók között? Nagyon nagy nevek voltak, olyan, hogy a Brehel, az Ullamek 8. helyen jutott tovább, majdnem, hogy kiesett, és nagyon szoros verseny volt. Említetted a technikai különbséget, mégis mekkora ez a technikai különbség? Mondtad, hogy az egyik motorod elszállt, maradt egy. A menőknek milyen technikai háttér áll rendelkezésükre? Hát a menők azok három komplett motorral szoktak odajönni, és még hoznak egy-két tartalékblokkot. Ez olyan, hogy nem mindig az a mennyiség a lényeg, az, hogy mi van a motorokban, meg ők mindig tudják fejleszteni magukat. Tehát új karburátor, bejön egy új dolog, azt egyből ki tudják próbálni, és ez nagyon nagy hátrány. Mekkora volt az érdeklődés a verseny iránt Lengyelországban? Nagyon nagy érdeklődés, hát a Lengyel TV ugyanúgy vette, mint minden VB futamot, nagyon sok néző volt. Annyi volt a verseny érdekessége, hogy a hazai motoros, a Román Poważny nyerte a futamot, ő egy ukrán motoros, és ő ott motorozik a Rybniki klubban, ezért nagyon sok szurkoló miattam ment ki. A hazautatok sem volt mentes minden kalantól. Hát nekünk általában mindig van valami, hát most a buszon előbb azzal kezdődött, beesett a gázpedál. Utána mondja, azt megcsináltuk, és néztük, hogy hát az adagoló is majdnem leesett róla, azt is visszahúztuk, utána az olaj elkezdett folyni az autóval. Tehát nálunk mindig van valami, de mindig meg szoktuk oldani. Nincs megállás, hiszen most két héten belül két egyéni OB futam következik. Milyen esélyekkel, milyen reményekkel állsz majd rajthoz? Azt kell, hogy mondjam, egyedül a Fejlára készülök, mert ő az egyedüli olyan ellenfél, akit nem tudtunk még eddig megverni. Én bízok benne, hogy sikerülni fog. Most pénteken 17:30 lesz a verseny Gyulán, és a következő héten meg Debrecenben fogunk készülni. Át kell, hogy menjek kipróbálni a motorokat, mert egy kicsit változtattunk. Sokkal jobbak lettek a rajtjai, legalábbis ahol mentem a motorral, az eddig azt mutatta, és szerintem a rajtok nagyon sokat számítanak most Ferjan ellen. Akkor azt szeretném mondani, mindenképp, hogy győzni akarsz, hiszen ezzel a két futammal a bajnokság feléhez értek, és a pihenő előtt olyan pozícióba szeretnék gondolom nekivágni a második etapnak, ami minden reményre feljogosít majd. Persze, hát az elfogadható eredmény csak a győzelem, tehát mi nálunk ez már megszokott, hogy nekünk a második hely az nem elég. És az a jó a Ferjánban, hogy van, akit megverjünk, tehát tudunk lépést tartani, és ez kell nekünk, hogy fejlődjünk, mert ha nincs olyan, akit meg tudunk verni, vagy aki jobb tőlünk, akkor egyszerűen megáll az ember, és elfogadja azt, hogy fú, mi már milyen jók vagyunk, holott nem, mert ez a sport olyan, hogy a junior is meg tud verni egy jobb képességű versenyzőt. Lengyel csapat bajnokság? Fogok menni, ha minden igaz, a jövő héten lesz Tarnów ellen. A múlt hétvégén voltunk Lublinban, 11 pontom lett,
nagyon szépen motoroztam, és meg voltak elégedve. Most annyi van, hogy a Liricsázon, hogy bukott, így most én lettem teljesen az első számú versenyző, és már szóltak, hogy készüljek.